idén ünnepli fennállásának 90. évfordulóját a Debreceni Egyetem Nyíregyházi Kutatóintézete. A kétnapos konferencián 7 ország szakemberei tanácskoznak a helyi eredményekről. Az eseményt idén első alkalommal hagyományőrző céllal szervezték, a jövőben 2 évente szeretnének majd hasonlót. Ez a Vescsik féle vetésforgó biztosítja Európa második legrégebbi tartamkísérleti helyszínét. A kísérletek, mivel 1929 óta folynak, így nyilván történelmi eredmények mellett sikerült alkalmazkodnunk az újkor kihívásainak. Többek között olyan kutatásokat végzünk ebben a tartamkísérletben, amik a globális felmelegedéssel kapcsolatosak, a talaj szénkészletével kapcsolatosak, talajműveléssel, talajművelés költségeivel foglalkozó kutatások, de minden mellett a növénytermesztési technológiai kutatások mellett speciális növényeket is használunk ebben a vetésforgóban. Itt különböző műszeres méréseket végeznek, valamint laborértékelések alapján vizsgálják többek között a talaj fizikai ellenálló képességét és a talaj fizikai és kémiai paramétereit. De arról is készül feljegyzés például, hogy a szél a homokot milyen ütemben és dinamikával szállítja el a területről. A Nyíregyházi Vetésforgó Tájkutató Intézetként szolgálja a régió és az ország mezőgazdaságát. Különös hangsúlyt fektetnek azokra a talajvizsgálatokra, amelyek segítik a növények nemesítésének eredményességét, a klímaváltozás okozta körülmények ellenére is. A gyenge termő talajok hasznosításának olyan eredményei vannak, amelyek nemzetközi szinten is elismertek. Főleg a burgonya, bab, zöld borsó és rozs nemesítése és fajta fenntartása tekintetében. A másik a nemesítési kutatásaink, amit úgy gondolom, hogy nagyon eredményesek. Számos fajtánkat Európában termesztik, és csak ezeket a fajtánkat keresik bizonyos fajokból, például rozsfajokból, hogy egy példát mondjak, nagyon népszerű a pohánka fajtánk, tehát ezt is francia, német piacra keresik, és kizárólag ezt a fajtát keresik, de számos egyéb fajtánknál is ugyanúgy a fehérje növényeinknél, illetve kiemelkedő eredményeket értünk el biotechnológiai kutatásban is. Ebben az évben a Vescsik Vilmos díjat Jávor András kapta. Az elismerést azok a kutatók kaphatják, akik valamilyen kimagasló tevékenységet végeznek a szakmában. A Debreceni Egyetem Agrárkabinetének elnöke már 41 éve dolgozik az agráriumban. Ez az intézmény, ez egy olyan intézmény, ami 90 éve úgy működik, hogy társadalmi, gazdasági és szakmai igény van rá, és folyamatosan fejlődik, bővít, innovál. Ezért különösen szívemnek szól az, hogy ezt a díjat én ma átvehetem. A konferencián az is elhangzott, a kísérleteknek sajátos jövője van, még évszázadokig használják majd a vetésforgót, ugyanis az jelenti a kiemelkedő értékét, hogy változatlan formában hajthatják végre a kísérleteket. Magyarország nagy hatalomnak számított a tartamkísérletek szempontjából, ezt pedig muszáj megőrizni, tette hozzá Zsombik László.